A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóit és világi lelkipásztori munkatársait hívták közös adventi lelki napra Székesfehérvárra. A találkozó a Székesegyházban kezdődött koncelebrált püspöki szentmisével. Spányi Antal megyés püspök szentbeszédében a gyermekek örömteli és tiszta várakozását hozta példának, s arra szólított fel, legyen mély hit bennünk, hogy felismerjük, valóban az Úr jön közénk. Menjünk hozzá és találkozzunk vele. Aki az Úrra várakozik, nem csalódik az életben, mondta a főpásztor. Hogyan tudunk számot adni arról az időről, amely Isten ajándéka nem, hogy elmúljon fölöttünk, hanem hogy az idővel jól gazdálkodva, jót cselekedve, mennyei kincseket gyűjtve az Atya dicsőségét szolgáljuk. A Szent Mise után a Szent István Művelődési Házban folytatódó rendezvényen Ugrics Tamás irodaigazgató köszöntötte a lelki nap résztvevőit. Hangsúlyozta, az adventi találkozó elsősorban azért fontos, mert közösségi élményt ad, és érezzük, hogy nem vagyunk egyedül a szolgálatunkban. Erősödünk az egyházhoz való tartozásunkban. Közösségben vagyunk Jézus Krisztussal, közösségben vagyunk az egyházzal, és közösségben vagyunk egymással is. Ez nagyon fontos, mert a mindennapi munka során érheti az embert negatív hatás. Érezheti úgy, hogy egyedül van küzdelmében, érezheti a fáradtságát is. Egy ilyen lelki nap, lelki alkalom megerősíti az embert, hogy nincs egyedül, vele van az Isten, egyházának megbízásából tanít és szolgál, illetve hogy munkatársai is vannak, akik máshol, talán kicsit más körülmények között, de mégiscsak ugyanazt a szolgálatot végzi. Ezt követően a megyéspüspök hitoktatóknak szóló adventi gondolatai a reményről szóltak. Advent arra késztet bennünket, hogy tanítsuk meg az ünnepre készülni a ránk bízottakat. Nehéz átadnunk, hogy ez a remény időszaka, mert egyre kevésbé remélnek az emberek. Nekünk megvannak a bejáratott útjaink, a roráték, a közös imák, a gyertyagyújtások, és hát a saját kis ilyen családi szokásaink, amikben mindig mi magunk is hangsúlyozunk a gyerekeinknek, hogy találkozásra készülünk, tehát itt nem az ajándék, nem tudom, mi a fontos. Tulajdonképpen a hitoktatásban ugyanezt szeretném továbbadni. Tehát arra próbálom fölkészíteni a gyerekeket, hogy a karácsony az egy találkozás. Találkozás Jézus Krisztussal, Jézus Krisztussal pedig a másik emberben tudok találkozni. Mégpedig úgy, hogy megnyílok felé, szeretettel fordulok felé. Most még van idő arra, hogy békét kössek, bocsánatot kérjek és megbocsássak. Hivatásszerűen fáradozunk, hogy másokat megtanítsunk az Istennel való találkozásra, de nem felejthetjük el, hogy ez csak akkor sikerül, ha mi is találkozunk Istennel, hangzott el a főpásztor elmélkedésében. Mindannyiunknak folytonos feladata, hogy egyre inkább keressük Krisztust, keressük a vele való találkozást, készítsük föl szívünket, ahogy adventban sokszor idézzük, készítsünk sima utat az Úr érkezéséhez. Először az embernek mindig magán kell kezdeni, és csak úgy tudok segíteni másoknak, ha én valamennyire legalábbis rendben vagyok, törekszem arra, hogy rendben legyek. Aki a vakvezet világtalan módjára próbál segíteni másoknak, ott mindenki gödörbe esik. Mi nekünk úgy kell kivenni a szálkát a mások szeméből, hogy ne legyen a magunk szemébe se gerenda. Egy ilyen alkalom, ez a lelki nap tavasszal, Nagybőjtben és advent idején mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy felkészült lélekkel érkezünk az ünnephez, és megerősödjünk abban a várakozásban, a találkozásnak abban az előkészítésében, amely feladatom magam számára, hogy saját lelkembe otthont adjak az Úrnak, és amely feladat a hitoktatónak, a lelkipásztori kisegítőnek, hogy a rábízottakat is ebben a munkában segíthesse. A találkozó végén Ugrics Tamás irodaigazgató ismertette a Székesfehérvári Egyházmegye jövő évi tervezett programjait, és elmondta, melyek lesznek azok a kiemelt területek, amelyekben a világi munkatársak, hitoktatók, a plébánosok segítségére lehetnek. Imádságára, példájára